Sok olyan kollégával találkozom itt, akikkel évtizedek óta nem találkoztam, és lehet, hogy már többet nem is fogok találkozni, de legalább most alkalmam nyílt rá. Az előadásom címe a szem, egy kicsit hosszú, nem olvasom föl. Adtam egy alcímet is, hogy szubjektív és töredékes visszaemlékezés. Tehát ne várjanak most tőlem egy teljes látképet erről az időszakról, nevezetesen az ezredfordulóról, és hát mindenképpen szubjektív, tehát ahol én kapcsolódtam a térinformatikához, annyit majd ki is fog derülni, hogy ugye ez a 90-es évektől, mondjuk úgy 93-tól kapcsolódtam hozzá, ez egy nagy hype, egy felfutó él volt a térinformatikában az én megítélésem szerint, hogy ez pontosan meddig tartott, ezt nem akarom most itt megbecsülni. Mindenesetre 99-ben lettem a Hunaginak az elnöke, és 2006-ig voltam, tehát erre az ezredforduló időszakára esett a Hunagival való szoros kapcsolatom is, és hát megpróbálom összefoglalni azt, hogy milyen volt a Magyarországon, tehát most nem nemzetközi viszonylatban a szereplőknek a együttműködése, kapcsolódása. Számomra 93-ban, jó, mondjuk már 92-ben egy bevetésirányító rendszer fejlesztése kapcsán úgy valamennyire kapcsolatba kerültem a térinformatikával, még Krajtler-Virati is koromban, de 93-tól 96-ig voltam a GeoView Systems-nek a munkatársa, és ahol különböző projekteket vezettem, vagy kerültem kapcsolatba akár mondjuk tender útján, nem feltétlenül nyertes tender útján bizonyos szereplőkkel, térinformatikai szereplőkkel, egyrészt önkormányzatokkal, másrészt állami vállalatokkal, például vízügyi vállalatokkal, harmadrészt pedig például áramszolgáltatókkal. Már nem emlékszem pontosan, akkor zajlott éppen a privatizációjuk, tehát nem tudom, mennyire voltak már privátok, meg még részben államiak. Tehát, és hát természetesen a tudományos élet szereplői is közreműködtek ezekben a fejlesztésekben, úgyhogy hát egy ilyen együttműködésnek voltam akkor még a privát szféra, tehát a GeoView Systems oldaláról a résztvevője. Egy néhány együttműködési terepet soroltam még föl a dián, ugye látszik, jó? Tehát egyrészt volt a térinformatika szakfolyóirat, amelyiknek a szerkesztője is itt van a körünkben. Ha jól tudom, az már 89-től működött, tehát már jócskán működött akkor, amikor én beléptem ebbe a világba. Akkor hát az országos térinformatikai konferenciák, a szolnoki konferenciák, azok ugyancsak már 91-től rendezték ezeket. Hát ott mindenki találkozott, aki élt és mozgott ezen a területen, térinformatika területén. Aztán hát amit feltétlenül már Remetei Fülöp Gábor is megemlített, hangsúlyozni kell a térinformatikai nemzeti projektet, amit az OMFB gründolt és vezetett. Nagyon nagy szerepe volt a térinformatika, az én visszaemlékezésem alapján a térinformatika magyarországi felfuttatásában. Önkormányzati célpályázatok voltak ebben, tehát jó néhány önkormányzat fejlesztett térinformatikai rendszert. Szabványosítás élére is állt az OMFB, és volt a CIM-TIM, ami ugye nagyon, még a mai napig nem valósult meg igazából az egységes CIM-rendszer Magyarországon, illetve hát folyamatban van, végeláthatatlan folyamatában ennek a megvalósítása. Hát érdekes egyébként, úgy általában az előadásomból talán azok lehetnek érdekesek, hogy mennyi minden elképzelés volt, ami még a mai napig nem valósult meg, vagy folyamatban van még mindig a megvalósításuk. Hát egyik ez a KCR, a központi címregiszter, azt hiszem most így nevezik, akkor ez a CIM-TIM ezt próbálta ennek az alapjait lerakni. Hát elég régen, 90-es években. Akkor Gábor is említette már a Hungis Alapítványt, ami 91-től működött,
és hát Hunagi pedig ismeretem szerint 94-től lépett be ebbe az együttműködési térbe. Egy fóruma volt az együttműködésnek, a különböző, tehát tudományos, meg állami, meg privát szereplőknek és civil szereplők együttműködésének, és aztán ez már nem annyira a kezdetekhez tartozik, kicsit később, 97-től pedig megalakult egy térinformatikai klub, ami szintén egy ilyen együttműködési terep volt. Tehát ezek voltak a kezdetek a 90-es évek első felében, és a folytatás számomra az 96-ban kezdődött, amikor a most nemrég elhunyt Horváth János odahívott a miniszterelnöki hivatalba. Ő kimondottan olyan szakembert keresett, mivel ő nagy barátja volt a térinformatikának, és nagyon sok fantáziát látott benne, aki foglalkozott már térinformatikával, és úgy kerültem én oda. És ott volt az Informatikai Tárcaközi Bizottság, amelyet hát egyébként a miniszterelnök hivatalban kezdetben ez a Horváth János féle társaság, ez Informatikai Koordinációs Iroda néven futott, ez a kormányzati informatikának az összehangolásával foglalkozott, később informatikai helyettes államtitkárság lett, majd, hát az már nem a Horváth János korában, informatikai kormánybiztosság lett, ez a Sík Zoltán féle informatikai kormánybiztosság, és ez mindez 2002-ig tartott körülbelül, tehát azzal addig voltam én a miniszterelnök hivatalban. És a Horváth János nagyon sok, tehát volt az Informatikai Tárcaközi Bizottságnak egy ilyen kerete, amiből mondjuk ilyen előremutató fejlesztés, kormányzati fejlesztéseket támogatott, és ebben Horváth János érdeklődésének révén elég sok térinformatikai projekt kapott támogatást. Ez ugyancsak, tehát a központi kormányzatban, tehát a kormányzatban fontos szerepet játszott a térinformatikai alkalmazások fellendítésében. És hát volt még egy magasabb szintű bizottság is, ez az Informatikai Stávközlési Kormánybizottság, amelynek a Horváth János féle csapat, mondjuk így, hogy a titkárságát adta. Ez pedig a Nemzeti Térinformatikai Stratégia elkészítését határozta el, és részben finanszírozta is. Erről majd egy kicsit később fogok beszélni. Aztán volt az Informatikai Tárcaközi Bizottságnak, tehát az ITB-nek, amelyik egy kicsit alacsonyabb szintű bizottság volt, annak volt egy térinformatikai szakmai bizottsága, amit én vezettem 98-tól, és volt egy adatgazdálkodási szakmai bizottsága, aminek szintén én voltam a vezetője, és ez hát természetesen a téradatokkal is foglalkozott, és azoknak a gazdasági hasznával. Hozzá kell tennem, hogy hát ez egy ilyen örökzöld téma, szintén az adatgazdálkodás, és hát most megint egy újabb hype-ot kapott az utóbbi években, de hát még olyan átütő eredményeket nem tudott fölmutatni. És akkor majd egy kicsit részletesebben fogok beszélni a Metatér projektről, amit itt a miniszterelnök hivatal szervezésében bonyolódott, és ugyancsak az informatikai és távközlési kormánybizottság megrendelésére készült egy fejezetek a térinformatika magyarországi történetéből a Bonaventura kiadásában, ez 2001-ben, amelyik hát alapvetően mondjuk a térinformatika folyóiratban megjelent cikkek alapján lett összeállítva, és hát ugyancsak itt van az egyik szervezője ennek. Egyébként nekem is van abból a könyvből, amit mutatott itt Szilárd, egy részben általa, részben Berencei Rezső, ha jól emlékszem, és Kummert Ágnes, nem? Ti hárman szerkesztettétek, ha jól tudom, és igen, ugye, Ági? Igen, és általatok dedikált példányom van belőle.
És akkor még két projektről akarok beszélni tulajdonképpen, amiket már címszerűen említettem. Az egyik a Nemzeti Térinformatikai Stratégia. Ez 98-ban készült el, tehát a bizonyos kormánybizottságnak a megrendelésére. És hát a Hungis alapítvány készítette, és részben a KPMG, illetve a KTM támogatta, meg a KPMG. És a KPMG Hungária az működött még közre az elkészítésében. És hát az előzményei az volt, hogy tulajdonképpen ez a volt egy információs társadalom kialakításának kormányzati teendői mű, amelyik előírt bizonyos dolgokat, vagy legalábbis hát tervbe vett bizonyos dolgokat, hogy miknek kell a következő években vagy évtizedben elkészülnie, és hát ezek ilyen projektjavaslatok voltak, mint például a Nemzeti Térinformatikai Stratégia. Most magának a stratégiának és a projektjavaslatai azok voltak, hogy legyen egy országos térinformatikai adatház, ami tulajdonképpen ez az OTA, aminek az utódja lenne, hogyha lenne és működne a Nemzeti Téradat Infrastruktúra. Hát ez is azok közé tartozik, ami azóta is készül. Akkor volt a Nemzeti Kataszteri Program, ami tervbe lett véve, hát ebből sok minden meg is valósult. Települések és más ágazatok alaptérképeinek az elkészítése, földrészletmélységű információs keretrendszer, magyar topográfiai program, egységes földrajzi címregiszter, ugye, ami már az előbb is szerepelt, és Magyarország légi felmérése. Hát én most nem tisztem azt értékelni, hogy mindebből mi készült el mai napig, tehát évtizedekkel később, a hallgatóságra bízom, hogy gondolja át, hogy végül is mi van ebből, meg mi nincs. Na most a Nemzeti Téradat Infrastruktúra főbb javaslatai, hogy térinformatikai szolgáltatások és adatvagyonhasznosítás, minőségtanúsítás, az ennek a konzisztens jogi keretrendszere készüljön el. Hát az az érzésem, hogy ez ugye mai napig is még várat magára. Adatföltöltés, erről azt írta elő, hogy hát először vázatérképek kellene elkészülnének, és azok alapján aztán részletes tartalom feltöltése. Pénzügyi hatékonyság és eredményességre nagy hangsúlyt helyezett, hogy ezt vizsgálni kell folyamatosan, éves monitoring, akkor itt megint előjön ez az OTA, tehát a Országos Térinformatikai Adatház, internetes adat- és metaadatszolgáltatás, elektronikus fizetés, már akkor kitűzték ezt célul, hát jó, akkor a NATO és EU csatlakozás feltételeinek megteremtése, és akkor állami térinformatikai adatok közigazgatási és üzleti alkalmazásának támogatása, és a térinformatikai oktatás erősítése. Tehát ezek voltak, és akkor itt ezt talán nem olvasom föl, hogy tulajdonképpen alprojektekre tagozódott ez a Nemzeti Térinformatikai Stratégia, és hát a négy, illetve a hat alprojekt volt a makrogazdasági, a jogszabályi reguláció, ami tulajdonképpen így az irányítás, vezérlés, az adatgyűjtés, adatok minőségbiztosítás és a marketing, és itt a dián látszanak, hogy kik működtek közre ezeknek a kidolgozásában. Hát többen itt is vannak a résztvevők között. És akkor a másik projekt, amiről szeretnék néhány szót szólni, az a Metatér, ez a térinformatikai meteadatszolgáltató rendszer, ami ugyancsak 98 tájékán, 98-99-ben az Informatikai Tárcaközi Bizottság keretei belül valósult meg, és hát egy meteadatrendszer volt, meteadatszolgáltatás, aminek 7 szolgáltató, tehát téradat gazda csatlakozott hozzá,
köztük például a Máfi, azért emelem ki, mert ő volt az egyik, aki bábáskodott nagyon és nagy lelkesedéssel működött közel ennek a metatérnek a kidolgozásában, és közel 5000 közel 5000 adatkészletnek a metaadata került be ebbe a metatérbe. Valahol itt szerepel is a URL-je, de ne próbálkozzon senki ezzel, mert már rég beszántották az interneten, tehát nem létezik az az URL. Ez egy elosztott rendszer volt, interneten szolgáltatott ingyenesen metaadatokat, az adatszerkezet az nemzetközi szabványokon alapult, a keresési protokoll is egy nemzetközi szabvány volt, és a tervbe volt véve, már nem emlékszem, Gábor jobban meg tudja mondani, hogy az ESMI-ből, tehát az Európai Tér Metaadat Szolgáltatásból mi valósult meg, ahhoz is képes volt kapcsolódni, a kapcsolódás az nem valósult meg, azt tudom, de a szabványok lehetővé alkalmazása, tehát a metaadat szabvány alkalmazása lehetővé tette a kapcsolódást, vagy lehetővé tette volna. És még annyit, hogy ennek a kezdeti sikerén fölbuzdulva, aztán egy általánosabb metaadatszolgáltatás, a KIKERES, az a közigazgatási információkereső rendszer fejlesztésébe fogott a miniszterelnök hivatal, amelyik nem csak téradatokra tért ki, és úgy lehet mondani, hogy a metaadat profil, tehát a téradatoknak a metaadat profilja az egy alprofilja volt tulajdonképpen az általános közigazgatási metaadat profilnak, és tehát mondjuk alrendszere volt, aki keresnek a metatér. És ahhoz még kapcsolódott egy közigazgatási fogalomtár is, mindezeknek természetesen már nyoma sincs az interneten. A fogalomtárnak az volt a szerepe, hogyha a metaadatok között keres valaki, akkor standard fogalmak alapján keressen, tehát hogy esélye legyen, hogy talál is valamit, és ez a fogalomtár a fogalmak közti rendszert is megmutatta, tehát alá fölé rendeltség, meg különféle egyéb fogalmi kapcsolatokat szemléltetett. És akkor még az utolsó dia, hogy körülbelül hogy épült fel ez a metaadatszolgáltatás, ez a metatér, hogy úgy volt elképzelve, meg hát megvalósítva is, hogy voltak intézményi metaadat szerverek, és akkor volt egy központi metaadat szerver, ami összegyűjtötte ezekről a metaadatokat, és egy központi keresőrendszer útján biztosította a keresési lehetőséget a metaadatok között. És hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt az előadásunk.